Bekerle Sándor a kiegyezés korának már a méltatlanul elfeledett pénzügyi szakembere és politikusa. Fejér megyéhez Bekerle ezer szállal kötődik, hiszen Mór szülötte és Székesfehérvárhoz pedig a diák évek kötik. 163 évvel ezelőtt 1848. november 14-én született Bekerle Sándor, Magyarország első polgári származású miniszterelnöke, az egykori tiszteres diák szellemiségét is hirdeti ez az emléktábla, melyet ma adtak át. A 2011-es esztendő a Bekerle emlékév, az államférfi életútja pedig a ma generációja számára is követhető példa. Tehetség, a szorgalom és a munka. És ehhez kapcsolódó mindenek feletti becsületesség. És ezek azok az alapértékek, amit Bekerle mindig követett, ezen alapértékek mellett élt elé az életét, és ezen alapértékek mellett lehetett a nagyon jó értelembe véve sikeres politikus. Az egykori tiszteres diákról az utódok emlékeztek meg. Patai Géza, a Bekerle Sándor dédunokája úgy fogalmazott, a család mindvégig őrizte a hagyományt és ápolta a nevesős emlékét. A családban úgy élt Székesfehérvár, mint amit Bekerle Sándor rendkívüli módon szeretett, és itt csinálta sok csinytevését annak idején a gimnázium évei alatt, itt forrott férfivé. Bekerle Sándor tiszteletére emléktáblát avattak dr. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere, és Törő Gábor, a Bekerle Emlékbizottság elnöke leplezte le Máté Krisztián domborművét. Majd a város, a megye, az iskola és a család képviseletében a kegyelet virágait helyezték el az Oskola utcai táblánál.